Május 8. Kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Fogadd meg, hogy többé nem gyengíted és rombolod az Úr templomát azzal, hogy akkor is dolgozol, amikor pihenned kellene. Ha azt akarjuk, hogy helyesek legyenek a gondolataink, és megfelelő szavakat szóljunk, akkor biztosítani kell agyunk számára a pihenést. Nem pihensz eleget. A kimerült agy és a fáradt idegek új erőre kapnának, ha változtatnál jelenlegi gyakorlatodon. El kell sajátítanunk a gondos önfegyelmezést, ami azt jelenti, hogy kerüljük mindazt, ami gyengítheti fizikai, szellemi és lelki erkölcsi képességeinket. Tiszta, világos gondolkodásra van szükséged, amely türelmesen elvisel mindent, és bátran szembenéz mindazzal, ami csak előfordulhat. A menny határozott befolyására van szükséged. Gyakorold a hitet, a következményeket pedig bízd Istenre. Ha minden tőle telhetőt megteszel, akkor bátor lehetsz. Csak higgy és légy tántoríthatatlan. Az ellenség megkísérel rávenni téged olyan hadmozdulatokra, amelyek később vereséget szülnének, de ezeket te nem engedheted meg magadnak. Nem tehetsz bizonytalan lépéseket. Az Úr nem akarja, hogy olyan dolgok miatt aggódj és nyugtalankodj, amelyeken nem áll módodban változtatni. Az az ő akarata, hogy erőről erőre juss. Kérlek, ne nézd a dolgok sötét oldalát. Amikor Izrael fiai megelégedtek azzal a mannával, amit Isten adott, úgy találták, hogy az édes és tápláló volt. Amikor elégedetlenek voltak, férgek támadták meg a mannát. A megelégedés áldásnak, az elégedetlenség pedig átoknak bizonyul. Krisztus békességére van szükséged. Isten atyád néked. Azt akarja, hogy többet pihenj, hogy egészséges lelki tapasztalatokban lehessen részed. Azt akarja, hogy értelmed tiszta, magatartásod kedves és barátságos, szereteted pedig bővelkedő legyen. Így szinte áradni fog belőled a békesség, mely minden értelmet felülhalad, és áldásul lesz mindazoknak, akikkel csak kapcsolatba kerülsz. A téged körülvevő légkör mindenkit felüdít, aki csak a közeledbe kerül. Lelki életre van szükséged. Ha az élet mindazzal a jóval szolgálhat neked, amit az egész világ keres, de amelyet sohasem lehet elnyerni az Istennek való teljes átadás nélkül. Gyakrabban kell elismételned, mint ahányszor eddig felidézted magadban. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ez biztosítja majd lelkednek a kívánt nyugalmat.